Hogy mi? Tehát, hogyha meglövöd a... Az egész kutyának nincsen hitboxa, csak is kizárólag a fejének, és hogyha meglövöd, akkor neki áll forogni a levegőben. Na, tehát itt is vagyunk a Dark Seasonnek az utolsó előtti részében, mert ugye a következő részben fogom majd mutatni a legvégét az összes secretnek. Tehát most akkor csak néhány secretet fogunk megnézni, egy olyan hármat terveztem, de aztán az is meg lehet, hogy csak szimplán végigrohanunk az összesen. Ki tudja. Nagyon remélem, hogy nem, mert azért még van szerintem content rendesen a játékban. Na tehát akkor amire szükségünk lesz, az ez a könyv, ez a varázsló könyv. A Kid Wizard, a.k.a. Trolling. Az a.k.a. az gondolom Alex Noll, a játéknak a direktőrje, úgyhogy, ja. Tehát a hátán lévő pentagramnak az objektjeit kell ugye megtalálnunk. Az egyik az a Dark Season-ös cucc, ami tudtommal nem csinál semmit, csak újraindítja a játékot. Elvileg, hogyha közel viszel hozzá valamit, ami tud vele interaktolni, akkor neki áll világítani, mint például ez. Tehát ja, akkor legelső, amit meg fogunk nézni, az szerintem legyen... Lone Wolf. Tehát Lone Wolfot, hogyha közel viszik, ő itt a figura. Engedd el a kezem. Ez a figura itt Lone Wolf. Tehát, hogyha hozzáértetjük a könyvhöz, akkor kapunk egy töltőképernyőt, és akkor a töltőképernyő után meg fog történni a nagy mágia, ami az, hogy minden nagyon-nagyon pici lett. Tehát, hogy innen hátulra lehet látni is, hogy utána az animációi igazából nem annyira kidolgozottak, mert félig átmennek a földön, de ezt úgy sem látjuk onnan előre, úgyhogy igazából annyira tök mindegy. Tehát ezt az easter egget, ezt tudtam, akármikor meg lehet csinálni a játékban, akármelyik éjszakán, úgyhogy nem tudom, megpróbáljuk később, akkor amikor itt lesz például a samurai kard, vagy valami. Ó, ja igen, ki lehet húzni a gépből, mert hát jön velem. Azon belül műkszik? Az kemény mondjuk az a technológia. De mindegy, és akkor így kiláthatunk a mapról egy picit, tehát lehet látni, hogy semmi nincs ellerenderelve körülöttünk, mert minek legyen. Tehát arra például itt sem úgy sem látszott, viszont látok valami szöveget. Tehát vigyázz a trükkös majommal és a macskával. Nagyobb veszélyek várnak rád ezen a világon túl, mert a következő játékban újra felveszem a kapcsolatot veled. Keresd a jelemet, X. Ez az X, ez, hogyha jól tudom, szerepel több helyen is a Boneworks-be, de szerintem nem lett még belőle semmi. És hát milyen pici ez, basszus, nagyobb a kezemnál. Hátra tudok menni Mutárhoz, nem tudom, meddig engednek a zsinórjaim. Eddig, szevasz, nagyobb nálad a kezem, ott van egy üres szoba, a fenti részt megnézhetjük? Na, az egy szép fenti rész egyébként, azt hátul... Nem tudom húzni a fülesemet tovább, azt és a füles zsinorom miatt nem tudunk arrébb menni. Leveszem a füles és megnézem úgy. Egyetlen egy dolgot találtam hátul, ami egy kanapé, ami nem tudom, hogy miért van ott egyébként. És akkor az utolsó dolog, amit meg akarok próbálni, az az, hogy benézek a világ alá. Nem tudom, hogy mit vártam igazából, tehát semmi. És hogyha jól tudom, akkor innen csak úgy lehet visszajönni, hogyha... Igen, kilépünk a menübe és újraindítjuk a játékot. Ez a tetves SteamVR, ez valamiért folyamatosan kikressel. Na tehát most, hogy megvolt a mai SteamVR crashing, mint ugye ami eddig minden egyes nap megtörtént valamiért. Azért kíváncsi vagyok, hogy az a szöveg az alapjáraton ott van, vagy csak... Tehát, hogy az csak akkor jelenik meg, amikor nagy vagyok, vagy az alapból ott van, csak vaksi vagyok. Szerintem az csak akkor jelenik meg, hogyha nagy vagyok. Na mindegy. Tehát, ami még van itt, az nem más, mint egy Necronomicon. Mit keres egy 80-as évek beli paródiában egy kicseszett Necronomicon a gyerek mellett. Mutár? Valami magyarázat? Léci? Kérlek? Nem? Jó. Tehát akkor a következő, ami lesz, az egyébként megnézném, hogy ez mit csinál, de fogalmam sincs. Az csak valószínűleg betöltett minket ide, tehát az, amit most keresünk jelenleg, az egy olyan magazin, aminek az a felirata, hogy GGG. És az átvisz minket egy titkos ilyen dev szobába gyakorlatilag, ahol van egy rakatnyi secret, valamint, hogyha jól tudom, volt
régen info arról, hogy mikor jön ki az új játékok, ami végül mégsem az lett, hogy mikor jön ki az új játékok, mert nem tudták betartani. De mindegy, mert a Boneworks-et kaptuk, ami kedvenc VR játékom lett, úgyhogy teljes mértékben megérte a várakozást. Viszont én jelenleg nem találom azt a magazint. Oh, Final Fiesta magazin. Hover Junkers. Ja, mert ezek a King Bit Force nevű magazin. Itt mondják a King Bitnek a játékait. Ez sem az. Ah, miért is ne az utolsó lenne az basszus, amit előhúzok? Tehát ez a GGG, ami ugye az ott, meg fogom megmutatni, az a GGG, hozzáért véletlenül, na mindegy. Tehát ahova elvisz minket, az nem más, mint ez a kis dev szoba, ahol igazából ilyen kis szikreteket tudunk nézni a játékkal együtt. Now that we have VR, it makes no sense to waste time and money constructing a physical convention booth visible only to attendees when we can Ez egy robot a Hover Junkers nevű játékokból, hogyha jól tudom. Jó, tehát itt igazából arról van szó, miközben itt Muter itt mutogatja itt, tehát hogy mi is ez a Duck Season. Itt igazából arról van szó, hogy, tehát, hogy hogyan működik a játék, úgymond, és hát itt van a show floor. Na, ezt akartam úgy kifejezetten megmutatni, mert itt vannak ilyen kis szettek a játékból gyakorlatilag. Tehát ott van a promóciós árt, ugye, amit használtak a játékhoz, az ott a promó reklám. Itt a cica, ott táncol a kutya valamiért. Próbáld ki a shotgunnek a mechanikáit, menj oda az azt. Jó, tehát ez valamiféle demo. Nem hiszem, hogy ezt bemutatták valahol úgy kifejezetten. Ez csak úgy szimplán egy ilyen kis demo. Nagy valószínűség ezt nem mutatták be, mert én nem tudok róla igazából. Azt tudom, hogy itt vannak ilyen missionök. És tehát ugye az egyik mission az az, hogy nézd meg a reklámot, ami ez, ezt megnéztük, szedd össze 1/8 pizzát, táncolj a kutyával, és lője szét 5 darab kacsát. Ezeket nem lehet megenni? Nem. Jó, akkor odarakom. Nem lehet magunkkal hozni a pizzákat? Basszus. Mindegy, akkor lerakom vissza oda a pizzát, ahol találtam. Ott is van egy, akkor ezt is ide rakjuk, tehát 2 pizza megvan már. Ott van egy nagyon szép Origin PC. Ilyen Oculus setupot még nem láttam, hogy két oldalt van a szenzor. Ez így egyébként működne? Valószínűleg működne, úgyhogy meg lehet átkérem vinnem az egyik szenzort mögém. Ilyen VR-om van egyébként. Azok a... Menj már innen. Nem azt akarom. Azok a kis cuccok a szenzorjaim. Ezen kívül ott látok még egy szelet pizzát. Nagyon jó. Akármi más. Kazettákat meg tudjuk fogni. Mi van beleírva a tévében? Nem tudom elolvasni. Ja, game over! Be tudunk neki rakni egy kazettát, hogy csak úgy tolja? Játék kazettát esetleg? Desert boss-a nem akarsz játszani? Ez úgysem működik. Ja, ott is írta, hogy a hírónak a neve David, ugye. Tehát megvan 3 pizza, elvileg. Ja, és hogyha minden igaz, akkor itt meg fog jelenni rohadt nagy macska óra majd, ami ugye visszaszámol, ami visszaszámolt. Mutatok egy screenshotot róla, hogy hogyan nézett ki, de most már nem számol vissza, mert tehát eredetileg ugye azt számolta vissza, hogy... mennyi idő múlva jön ki az új játékok, aztán közben mégsem az lett. Szerint eleget táncoltam már a kutyával? Jó. Mert ez azért eléggé... Amúgy így nem olyan magas a kutya. Lehet, hogy azért, mert... Pak. Lehet azért, mert ugye rosszul van bekalibrálva a magasságom. Sőt, nem lehet, hanem fix szerintem. Hover Junkers-ös cucc. Hogyan lehet megmutattatni ezeket a kérdőjeleket? Jó, tehát ez egy igazából arról szól, hogy mennyire kidolgozott minden a játékban, ami egyébként igaz, tehát a modellek azok nagyon-nagyon kidolgozottak. Viszont én szeretném a... pizzákat összeszedni, jó? Ez hányadik pizza? Négy per nyolcadik pizza, és akkor ugye ott még kell kacsákat lődöznünk. Jaj, üdvözöllek. Kacsákat lődöznünk. Ó, igen, és ez így működik. Ó, igen. Ó, igen. Ja, hogy itt is be kell tölteni, jó. Ja, ez szerintem egy ilyen nagyon-nagyon demo szoba, de erősen kétlem, hogy ezt bemutatták valahol, mert tehát, hogy hol mutatták volna be igazából.
pont az utolsóra fogyok ki, de ezt így úgy számolja, hogy megadta nekem egyébként. Ja, 7 per 5. Mi történik, hogyha... Ide akarok jönni. Be van-e töltve? Bra. Be van-e töltve? Gondolom most már nincs, tehát hogy egy darab töltény volt benne, igen, eléggé úgy tűnik. Mi történik, hogyha meglövöm a kutyát? Hogy mi? Tehát, hogyha meglövöd a... Az egész kutyának nincsen hitboxa, csak is kizárólag a fejének, és hogyha meglövöd, akkor neki áll forogni a levegőben. Erre viszont nem jöttem rá, ez egyébként eléggé jó részlet. Tehát ez, itt azért odafigyeltek a részletre a shotgunnál, mert fentről is be lehet tölteni egy chambert. És akkor ezt egyből tudod lőni, ezt nem is kell felhúzni, mert ugye tehát, hogyha ez így ki van húzva, akkor ez ugye ki van itt engedve, és ide is bele lehet rakni egyet, látjátok? És akkor... Ja, kíváncsiak, mi történik, hogyha meglövöm Mutert, vagy a gyereket? Nem tudom, hogy honnan jönnek a töltények amúgy, mert elvileg ezekbe kellene lennie, ott amúgy látok egy pizzát. Innen... Honnan jön a töltény? A szomszéd szobában a sarokból valahonnan. Na mindegy. Mi történik, hogyha meglövöm a gyereket? Nem is reagál rám után. Sem reagál rá. Ő meg... Hát ő reagált rá technikailag. Minden rendben? Jó, szerintem ő így nincsen jó most jelenleg. Ott azt a pizzát szeretném elkérni. Jó. Mennyi pizzánk van? 5 per 8 pizza. Hova tudnak még elrejteni pizzákat, basszus? 5 per 8. Tehát ott látok egyet, nagyon-nagyon távol. Azaz, ez itt 6 per 8. Ezen kívül, még hogyha látok, akkor majd még szólok, mert valószínűleg... Kell még egynek lennie itt, ebben a szobában, és akkor visszamegyünk majd a press roomba, és megnézik azt is, mert szerintem ott is van még egy. Ezt felvettem? Ez mondjuk annyira egyértelmű, hogy ezt nagyon-nagyon remélem, hogy nem hagytam el. Jó, tehát visszajöttem ide a press roomba, és úgy látszik, hogy ő nekik csak úgy elmegy. Tehát ők csak így eltűnnek, amikor végeznek a beszélni valójukkal. Ott egy pizza? Valahol még van egy darab. Teljes mértékben only egy darab. Ezt, hogyha minden igaz, át tudom dobni. Jó, mert ugye magaddal hozni nem lehet tárgyakat, de én azért megoldottam, maradjunk annyiban. Tehát hol lehet még egy? Bokrok mögött esetleg, azt nézném ki mondjuk nagyon a stress levelből. Valahol fix van még egy. Spamelem a triggeremet. Hát ha. Valamelyiket nem vettük fel innen? 7 per 8. Mutter benne áll a kanapéban. Mi történik? Oh, itt vannak a fotók egyébként, ott a reklámban, ott a Mutter meg a gyerek. Nem, ez elvileg tényleg egy showkész volt valamilyen eventre, de én nem emlékszem rá, hogy szóltak volna róla, hogy valahol amúgy kim vannak. Legalábbis tudtam, már nem is nagyon van ez dokumentálva, mert itt ugye azt írják, hogy ha tetszett a showkész, akkor így wishlisteljetek minket Steamen, meg ilyen ugye. De ezt így, tehát hogy... Ő velem még mindig minden jól van, úgymond. Ott van! Ott van, basszus! Hát mondom, fellököm már ezeket a szarokat, hát mert nem áll, hogy ez emiatt nem legyen meg, basszus, tehát hogy... Aj... Miért raknál oda egy pizzát? Miért? Ilyet ki csinál? Ilyet nem csinál senki. Ez mi volt? Jó! Üdvözöllek, nagy cica! Te mit tudsz? Igen, arról beszéltem, ott vannak az ajtók. Az... Menj már innen! Menj már el innen! Ó, hogy rákegyen ki. Nem tudunk közelebb menni megnézni sajnos, de hatalmas vagy Istenem. Tehát az ott... Lehet veled valamit? Nem. Tehát az ott... A baloldali az egy ajtó a Boneworks-be, ami ugye zárva van. A Boneworks az a cégnek a következő játéka. A középső az egy ajtó a Dead FM nevű játékba, ami még ki se jött, de elvileg majd az ő játékuk lesz. A jobb oldali az pedig egy ajtó a Hall of the Machine King nevű játékba, ami még szintén nem jött ki, de elvileg az is majd jön.
mondjuk még nem álltak neki a fejlesztésnek, mert most egyelőre ugye a következő játékuk jön a Dead FM és a Boneworks között. Kijött nekik egy olyan nevű játékuk, hogy Bone Lab, amit bejelentettek már, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon várom, viszont nem fogok tudni vele játszani a csatornán, mert alapjáraton nem éri el a gépem a gépigényét, nemhogy felvétel közben. És nem akarok azért olyat feltölteni, hogy ilyen 10 FPS gameplay. Na mindegy, most akkor megnézzük, hogy mit csinál ez. Hogyha ezt hozzávágjuk a Kid Wizard Bookhoz. Mert hogyha jól tudom, akkor így lehet visszajutni? Igen, ez szó szerint csak visszarak téged. Tehát akkor igazán volt. Ez szó szerint semmi más, csak visszarak téged a kezdőhelyre. Tehát ez volt teljesen a GGG magazinnak az összes rejtelme, és most feltártam előttetek, meg belementem egy picikét a Stress Level Zeroverse-nek a lóriába, mert a Dark Season-nek meg a Dark Season-nek meg a Boneworks-nek valahogyan összekötődik a lória, de azt mi sem tudjuk, hogy hogyan, mert még nincsen megmagyarázva pontosan, tehát nagyon-nagyon komplex, maradjunk annyiba. Ez mi ez a radioaktivitás amúgy? Ghoul Juice, na ez valami nagyon szar promóció a izének. Annak a ghoulos játéknak, aminek már is felejtettem a nevét, annyira mid volt. Ez. Ghouls. Azt hittem valami... Itt vagyok, csak az előbb egy az egybe kirántottam a fülesemet, tehát... Eléggé sokan meg szokták tőlem kérdezni, hogy nem-e fura az, hogy hát zsinoros ugye a VR. Egyáltalán nem veszem észre, amikor játékban vagyok. Az egyetlen egy dolog, ami felcsesz engem, az a fülesemnek a zsinórja, mert vezetékes, és olyan szinten felcsesz basszus, hogy nem tudok vele gyakorlatilag távolabb menni, mert a fülesnek a zsinórja az rövid. Úgyhogy egyébként ez egy hosszabbító van, tehát még hosszabbítóval is rövid. Ezen kívül igen, tudom, van vezeték nélküli fülhallgatom, de most annak a mikrofonjáról vegyek, tehát annak azért jóval rosszabb a mikrofon minősége, mint ennek. Jó, egy dologra, amire még kíváncsi vagyok, ami előtt belemegyek a következő secretbe, ami ez lesz, és hátul az a nagyon-nagyon régi Mac gép, ami ugye hát azt jelzi, hogy ott a gép, és ott van alatta a 7, tehát hogyha megvan mind a 7 ending, ami nekünk megvan, hogyha ezt hozzávágom a géphez, akkor be fogunk kerülni egy másik ilyen demo szobába, ahol ugye ott lesz így minden gyakorlatilag. De most nem erre vagyok igazából kíváncsi, hanem miért világít azt a show? A konzol? Hülye vagyok, a játék miatt izé villogott. Jó, tehát amire kíváncsi vagyok az az, hogy hogyan néz ki, amikor lebökjük a kutyát a szamuráj karddal, vagyis hát a katanával, úgyhogy nem tudom, hogy miért, de ez engem érdekel, hogy meg lehet ölni egyáltalán azzal. Úgyhogy beteleportálunk oda, ahol már jön utánad így nagyon-nagyon erősen a kutya, és megnézzük, tehát... Flashlightomat kérem. Menj el ott, uram. Aha. Nagyon-nagyon susin fut ilyenkor. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy milyen az, amikor lebökjük ezzel a szamurájkard. Hogyha ez lehetséges. Mert nagyon-nagyon sok időt ad a játék arra, hogy lelőjük, amikor jön értünk. Feljebb húzom egy picit a hangot. Halljam, hogyha trappol. De nem úgy tűnik, mint egy ember, aki most jelenleg trappolna. Ha-ha-ha. Oh, so you're the funny guy. Tehát, ja, ezt nyomva kell tartani, rendben. Azt hittem már itt elejtem basszus, ha ízik katonát, amiközben jön értem, akkor én szívbajt kapok. Tehát ez most ugye addig folyamatosan fog hangosodni, ameddig el nem érjük ezt a bizonyos thresholdot, hogy ugye bejöjjön a kutya. Ott amúgy mi világít pirosan? Lehet, hogy elosztó a túloldalt, ki tudja igazából. Na, honnan fogsz jönni? Be van készítve egy hatalmas katana, csak hogy tudd, gigász ilyen nagy ez a katana, úgyhogy csak úgy figyelmeztetlek, hogyha esetleg akármi funny business-t kipróbálná. Van egy hatalmas nagy széberöm, amivel felaprítalak. Úgyhogy ezzel remélem tisztában vagy, drága uram. Na, tudom, hogy jel ez a játék, amikor bejön, mert tudom, hogy kiad egy bizonyos hangot. Na. Gyerünk. Mikor? Mikor, basszus, ez annyira creep. Jaj! Nem tudom, miért azt, hogy ott volt.
Na, a főbejáraton jön, gyere! Arrébb rúgja a széket. Le lehet vágni? Igen, le lehet vágni! Ha-ha-ha, a szemét! Jó, ilyenkor mit csinál a ha-ha-ha gomb? Most, hogy tudjuk, hogy le lehet vágni, nézzük meg, hogy mit csinál a ha-ha-ha gomb. Kirak a menübe. Tehát technikailag ugyanúgy működik a ha-ha-ha gomb, mint a menügomb, csak megpróbál megijeszteni a játék. Értem. Akkor menjünk az egyórás kötekhez, tehát oda, ahol kiírja a játék, hogy egy óra van, és akkor megnézzük ezt a gépet is, és akkor valószínűleg ez lesz ez a rész így utoljára, vagyis hát ez lesz a résznek a vége, és akkor utána majd holnap folytatjuk a még nagyobb secrettel, amit meg lehet, hogy megmutatok most, hogy hogyan kell oda elmenni, és akkor vagy inkább meg lehet, hogy az lesz, hogy megmutatom most azt, aminek holnap megszerezzük a kódját, mert van egy secret, amihez kell egy kód, amit tudok, de nem fogok beírni, mert el meg akarom mutatni, hogy hogyan kell megszerezni. Tehát, amúgy igen, ott van egy elosztó, azt nem tudom, én nem láttam eddig. Na mindegy, tehát akkor az, ami a lényeg jelenleg, az az, hogy most szerintem megmutatom nektek azt a secretet, ahova kell a lámpa. Hol van a kis zseblámpánk? Tudjátok, az a kis sárga, ilyen kis cuma, amit mindig dobáltam hülyeségből. Az jelenleg hol található? Nem ez kell. Nem, mi nekünk az a kis narancssárga lámpánk kell, de az a baj, hogy az jelenleg szerintem... Megint lerántottam majdnem a gépemet. Tehát az a baj, hogy jelenleg az a kis lámpa szerintem nem itt van, úgyhogy előbbrébb ugrunk egy ilyen 4 órához. 4 óránál már csak elő lesz véve a zseblámpa. Ó, basszus, elfelejtettem, hogy ez a 4 óra. Nem láttam a kést, láttad viszont a zseblámpát, Mutter? Mert tehát, hogy... El szeretnék menni innen kintre játszani egy picit, mert amúgy kintre megyünk, hogyha megtaláljuk azt a tetves zseblámpát. Nem nagyon akarja odaadni nekünk a zseblámpát a játék, viszont megint megadta az esélyt arra, hogy megpróbáljam ezt a baseball ütős questet. Ami még mindig nem megy úgy nagyon, ahogyan látszik, ugye? Az eléggé bentre ment, nem Mutert? Ezt nem gondolod? Nincs ott valahol a baseball labda? Visszadobod nekem? Nem, akkor edd meg a baseball ütőt. Mindig, tehát ami a lényeg az az, hogy nem találom igazából sajnos zseblámpát, pedig arra lenne szükség, tehát akkor menjünk! Mikor vesz fel minket a kutya? 7 órakor vesz fel minket. 7 órakor, ilyenkor már kezd sötétedni, csak itt lesz a zseblámpa mellettünk. Remélem. És akkor megmutatom nektek azt a secretet, és akkor holnapi részben akkor csinálunk egy olyat, hogy... Megmutatom nektek azt a kis dev szobát, ahol ugye így ki van állítva minden az egész játékban. És akkor utána valószínűleg megmutatom nektek azt, hogy van egy olyan rész, ahol, hát ja, meg tudjuk szerezni a kódot, és akkor megmutatom nektek holnap még a teasert, ami ugye az egyik következő játékuknak, amit még nem jelentettek be, sőt, még szerintem neki sem álltak be, most ugye a bonlevet csinálják. Tehát az egyik játékuknak egy ilyen kis teaser lesz, ott egy karakter, meg néhány fotó róla. Na de hol a tökönbe van az a lámpa, basszus? Hát ilyenkor már az itt kellene neki szerintem lennie. Legalábbis hát sötéter. Én úgy emlékszem, hogy többször találkoztunk azzal a lámpával a játék közben, most komolyan mondom. Jó, menjünk 9 órahoz. 9 óra az, amikor, hogyha jól tudom, ugye meghal anya. 9 óránál fix, hogy itt van. Van amelyik zseblámpa, az mindegy, hogy melyik tudtommal, csak zseblámpa legyen, amihez hozzáér ez a nyomi kis könyv. Na, itt is van, ehhez kell hozzáértetni tudtommal, tehát... Lone Wolf! Kimegyünk! Na, itt vagyunk. Kint vagyunk a házunk előtt, és démont idézünk. Igen, ott ben játszottunk egészen eddig, most kijöttünk, hogy miért kék a fa, azt nem tudom. Tehát démonokat idézünk. Mi legyen az első mondatunk? Köszönjünk! Rosszul van bekalibrálva a magasságom, és nem érem el. Rá tudjuk ejteni, hogy köszönjünk? Nem, mi a törlés gomb? Hogy lehet vissza azzal? Jó. Köszönjünk. Hi. Hello. Jó, tehát itt találtunk egy démont, és most tudunk vele beszélni. Azt mondtuk, hogy hi, azt mondta hello. Mi ugye azt írom, hogy...
Kill. Csak mert az ilyen démonosnak hangzik. Cobb. Kill. Le. No, leave. Nem. Mi van, hogyha kill? Jó, tehát ezt szerintem akkor meg lehet, hogy holnapra hagyjuk, mert ahogyan láthatjátok, nagyon-nagyon rosszul van bekalibrálva a magasságom, mert szakszerűen lefejelem a plafont, tehát itt azért vannak ilyen kis kalibrációs problémák, de mindegy, tehát akkor ez is itt van. Van itt egy kicsit VG board, vagy milyennek a neve. Itt van a tök. Ezzel, hogyha jól tudom, el lehet indítani egy Halloween-i update-et, amit hát megnézhetjük azt is holnap igazából szerintem, mert csak akkor minél több content lesz ugye a holnap videóban. Ez mire szerepel ez a gyertya? Ez, hogyha középre rakom, akkor történik-e valami speckó? Nem. De viszont tudunk még ugyanúgy beszélni vele. Mi lenne, hogyha beírnánk még valamit, csak úgy? Mi van, hogyha beírjuk azt, hogy torta? C. A. K. E. Kék. Soon enough. Hamarosan kapunk tortát ezek szerint. Mi lehet még? Mit tudunk még beírni ezekkel a betűkkel, basszus? Be tudjuk írni azt, hogy kid. Kökölye. I. KB. Jó, ehhez azért ténylegesen kellene az, hogy tudjam mozgatni normálisan itt a kezeimet. Úgyhogy holnap szerintem azért ezt megcsinom, mert ez így egyelőre botrány. Ki... de. Semmi. Miket lehet még vele beírni? Betegyük én azt, hogy pokol. H... E... L... Helk. Megint helk. De beírodott előtte, hogy hell, és nem történt semmi. Úgyhogy mi lenne, hogyha... Jó. Ezt mi lenne, hogyha holnapra hagynánk, amikor már megcsinálom a trackingemet normálisra, mert ez így teljes mértékben botrány, hogy írni nem tudok normálisan. Tehát ja, holnap nagy valószínűséggel démont fogunk idézni. És ugye holnap jövök vissza a démon idézéssel, valamint egy másik secrettel, aki tudja miről beszélek, macska. Valamint a gépes secrettel és a Halloween-i frissítéssel? Nem tudom, van-e a Halloween-i update-nek akármi kontentje. Mert azt senkitől nem láttam még. Lehet, hogy nincsen benne semmi gyakorlatilag, csak egy ilyen time trial vagy valami. Mindegy. Meg lehet, hogy belerakom a videóba, meg lehet, hogy nem a holnapiba, majd meglátjuk. Úgyhogy akkor holnap találkozunk. Csösszök, Hali. Bruh.